Sziasztok, Dani vagyok. Három egymás utáni ismeretterjesztő videó után úgy döntöttem, csinálok egy könyvkritikásat, hogy egyik se legyen túlsúlyban. A videó pedig nem másról, hanem Robert Merle Állati elmék című regényéről fog szólni. Ahogyan azt a könyvkritikás videóknál megszokhattátok, előbb elmondom nagy vonalakban a könyv tartalmát, a spoilerektől óvakodva, aztán jön egy véleményezés. A fő emberi karakter egy spanyol származású tudós, Sevilla professzor, aki arra szánja rá magát, hogy egy kutatócsoporttal együtt palackorú delfineket tanít meg beszélni. Ekkor 1970 nyarán járunk. Tulajdonképpen ők a főszereplők. Amúgy a könyv 1967-es megjelenése után a véletlennek köszönhetően az író legnagyobb meglepetésére félig meddig valóság lett a műből. Ugyanis Amerika éppen hadban állt Vietnámmal, és az harcra kiképzett delfineket vetett be a vízen át visszatámadó vietnámi katonák ellen. De térjünk vissza a könyvre. A delfinek beszélni tanítása nagyon jól halad, gondolhatnák, hogy semmi rossz nem jöhetne közbe. A csapat viszonylag jól szervezett, a kutatók úgy, ahogy együttműködőek, a delfinek pedig szépen megtanulnak beszélni. Közben az addigi eredményeket bemutatják a nyilvánosságnak egy sajtótájékoztatón. Erre a Miami Sea Aquariumban kerül sor. Amikor a kutatások gyakorlatilag már befejeződnek, a főszereplő a kutatóintézetből feleségül vesz egy Arlett nevezetű francia ajkú nőt, akivel leköltözik az USA egy távoli szegletébe a delfinekkel együtt. Ezt a távoli szegletet pontosan Florida Keys-nek nevezik. Ez egy apró szigetcsoport, ami a floridai félszigettől délre található. A fordulópont a kutatások megkezdése után 2 évvel, 1972-ben következik be. Az amerikai kormány ráteszi a kezét a delfinekre és elviszi őket. Ott pedig fegyver lesz belőlük és be is vetik őket Kína ellen, akivel azóta eléggé összeszűrték a levet. A két ország hadat üzen egymásnak, ami odáig is elfajul, hogy már szerencsétlen Sevilla professzort is meg akarják ölni a feleségével együtt. A cselekményben ekkor már 1973. januárjában járunk. A regény itt ér véget, ebben a bizonytalanságban. Hogy mi lett velük, már sosem tudjuk meg. Szerintem az író nagyon jól eltalálta, hogy természetesen legyenek emberek a műben, de mégis a delfineké legyen a főszerep. Nem egyszerű ezt eltalálni, higgyétek el nekem. Egy jó kis politikai fikcióról van szó, csak úgy árad belőle a hidegháborús hangulat. Aki a happy endekhez szokott hozzá, azoknak az embereknek a befejezés nem igazán fog tetszeni. Gondolom a végén Sevilla már verte a fejét a falba, hogy mégis miért adta a fejét erre az egész projektre. Miért nem ment inkább a sarki kisboltba parizert árulni, vagy ha már nagyon szereti a delfineket, akkor inkább állatkerti gondozónak. Ezekkel a gondolatokkal zárnám a videót, remélem érdekesnek találtátok. Ha igen, lájkoljátok, iratkozzatok fel. Én Dani voltam. Sziasztok!